Köszönöm. Fantasztikus és különleges hangszeren is játszol, ráadásul nagyon kevesen teszik mindezt, meg mesélj egy kicsit, kérlek. Hát ez egy jó pár évvel ezelőtt kezdődött, egészen véletlenül találtam rá a Tereminre az interneten, és tudom, hogy aznap éjszaka már egy percet sem aludtam, olyan izgalomban jöttem, hiszen nagyon hasonlít az emberi énekhanghoz, meg a hegedű hang, a vonós hangszerekhez, és révén, hogy mind a kettővel foglalkozom, valahogy olyan biztosan éreztem, hogy ezt nekem meg kell próbálni, de valahol azt is éreztem, hogy én ezt biztos, hogy meg tudom tanulni. És hát senki nem játszott Magyarországon rajtam kívül, és volt is egy ilyen misszió bennem, hogy annyira szeretném, hogy népszerűsítsem ezt a hangszert. Egyébként pont 100 évvel ezelőtt találta fel Leon Teremin, orosz fizikus, aki csellista is volt egyben, ezt a hangszert. Ez volt a világ legelső elektromos hangszere, és ő, mint egy ilyen nagyon Tesla-féle zseni, ő ötvözte a zeneművészetet a tudománnyal. Hogyan működik? Egyszerűnek tűnően nagyon bonyolult szerkezet. Igen. Itt látok két antennát, és ahogy bekapcsolom a hangszert, a két antenna között létrejön egy elektromágneses tér, és ahogy ebbe a térbe én beleteszem a két kezemet, úgy meg tudom változtatni a hangerőt és a hangmagasságot. Oh. Gyakorlatilag az egyetlen egy kontroll a fülünk, és a láthatatlan hangokat egy láthatatlan térben kell megtalálni. Nem csoda, hogy nagyon kevesen játszanak rajta a világon. Igen, egy ilyen iszonyatos türelem kell. Igen. De a hegedű is nagyon hasonló. Uh-huh. Tehát a hegedű gyakorlásnak a 90%-a arra megy el, hogy eltalálom-e a hangot, vagy nem. Hát ez itt majdnem a 100% arról szól, úgyhogy én így nőttem föl, ehhez hozzá vagyok szokva. Tehát ez nem okozott problémát, hogy az egyik kézzel hangerőt növelsz, míg a másikkal pedig hangmagasságot? Nem, egyáltalán nem. Hát gyakorlás kérdése. Meg kell érteni a technikáját, és utána tényleg. Mennyire estél kísértésben? Tehát tetszett-e annyira, hogy esetleg háttérbe szorítsa a hegedűt? Nem, soha nem tudná háttérbe szorítani, mert annyira nehéz rajta játszani, hogy igazából eléggé limitált a hangszernek a képessége. Igazából az ilyen lírai, éneklő dolgok állnak jól ennek a hangszernek. És mivel annyira nehéz és kevés dolgot lehet rajta játszani, biztos, hogy nem tudná fölvenni a versenyt. Mm. Viszont nagyon én nem is a hegedűhöz hasonlítanám, hanem az ember énekhanghoz. Mindent, amit le tud az ember énekelni, azt meg lehet csinálni Tereminen. Viszont sokra reked be, és sose fogy el a levegője. Az biztos. Micsoda pozitívum. Ma jelenik meg online a jubilómi koncerted hanganyaga. Mit lehet erről tudni? Igen, ez egy nagy jubilómi koncert volt.